Szirtes Tamással is beszélgettünk, és azt mondta, hogy a legszexibb magyar férfit akarta a főszerepre. Mit szóltál, amikor megkeresett a darabba? Biztos nem értek rá a többiek, nem tudom. Hát engem február környékén hívott föl, hogy van egy monodráma, van-e kedvem megcsinálni, férfi-nő viszonyról szól. Elküldte, és hát az derült, hogy ez egy rettenetesen szórakoztató dolog, tehát hogy tényleg itt vannak időszakok, amikről lehet beszélgetni, vannak divatok, amik éppen működnek vagy nem. De tulajdonképpen ez a férfi nőt, hogy miért nem lehet elviselni a nőket, és miért nem lehet együtt élni a férfival, és miért próbálkozik az ember mégis több ezer éve folyamatosan, az egy olyan fajta téma, amihez mindenkinek van köze, amit mindenki nagyon szívesen néz. És tulajdonképpen ez volt a lényeg, hogy van egy csomó olyan mondat ebben a darabban, amit haza lehet vinni. Tehát, hogy ha ilyen fiatal pár ül be éppen egy ilyen bimbócó kapcsolatban, ha egy 40 éve prosperáló házasság, mindegyikben megvannak azok a mondatok, amik nagyon személyesen érintik az embert. Tulajdonképpen, amikor elkezdtünk beszélgetni a tanár úrral arról, hogy mi ez a műfaj, tudunk, a monodráma szót, azt megbeszéltük, hogy ne nagyon ejtsük ki, mert a mono, meg a dráma, az két olyan szó, amit az emberek visítva menekülnek, a kultúra még ilyen egyébként. Tehát, hogyha megpróbálsz valakit színházba csalogatni, és kiejted a kultúra szót a szádon, ezt visítva menekülnek. Tehát, hogy kicsit fura, de tényleg így van. Viszont, hogy azt mondod, hogy gyertek ide, és lehet nagyon jókat szórakozni, meg lehet sokat nevetni, akkor eljönnek. De egyébként, meg, hogy mondtad, rengeteg mindent megértek ebből, az ember dolgozik egész nap, és ez csak úgy dönt, hogy fölöltözik szépen, kifizet 3000 forintot a jegyért, beül, akkor ő szeretné jól érezni magát, szeretné kikapcsolni az agyát, és szeretné azt, hogy őt szórakoztassák. Hogyha ezen belül tudunk még adni valamit pluszba, akkor az sokkal jobb. Tehát tényleg a műfajt tekintve a Hoffihoz hasonlítottuk ezt az egész műfajt. Nem az én képességeimet akarom hozzámérni, mert ő tényleg tulajdonképpen a legnagyobb ikonja ennek a szakmának. De maga a műfaj tulajdonképpen a Hoffinál is az volt, hogy van egy meglevő darab, és abba beleimprovizál rengeteget, és például azt csinálta, hogy amikor elő próba volt, tehát este játszott, akkor bement a színházba, és elkezdett vicceket mesélni a takarítónéninek, a büfésnéninek, a statiszta fiúknak, a díszítőknek, mindenkinek. És azt hitték, hogy milyen jó fej, hogy így szórakoztatja az embereket, pedig ő csak próbált. De bement, és elmondott egy viccet 10 embernek. Hogyha abból 6 nem nevetett, akkor azt nem mondta. És tényleg figyelte, hogy minél különbözőbb embereknek mondja, minél különbözőbb rétegnek, hiszen a nézőtéren is nagyon sokfajta ember ül. És ezt ő folyamatosan alakítgatta, tehát hogy folyamatosan változott a műsor. És azt hiszem, hogy ez nagyon fontos ebben, hogy egyrészt van egy meglevő történet, és van egy folyamatos kontaktus a nézőkkel, van egy beszélgetés. És a másik, ami nagyon fontos még benne, hogy bár ő nem a férfi-nő viszonyról beszélt, hanem a politikáról, de volt benne mondjuk 30 vicc, és mindig volt benne 3 olyan, amit viszont hazavittél. Mert az meg tulajdonképpen vicces is volt, de nem a vicc volt benne a lényeg, hanem hogy valamit nagyon eltalált arról a rendszerről, vagy arról a félelemről, amiben élnek az emberek. És azt gondolom, hogy akkor csináljuk jól a dolgunkat, hogyha megvan az a 30 vicc, amin az emberek nevetnek, és lehet menni, és meg lehet találni azt a 3 olyan mondatot, ami nem feltétlenül nevetnek, de az, hogy na tulajdonképpen ez pont így van, csillagom, így köztünk. Tehát, vagy hogy de jó lenne, hogyha ez így lenne, és milyen kár, hogy nem így van. Vagy hogy például ez hogy miért nem tudják elviselni az emberek egymást. És hogyha erről szellemesen és humorosan beszél valaki a színpadon, az tulajdonképpen segít a megértésben és a feldolgozásban. Tehát van egy ilyen terápia jellege is, amellett, hogy természetesen, hogyha muszáj, hogy szórakoztató legyen, mert különben nem jönnek el, és hogyha már jól szórakoznak, akkor lehet azt gondolom, hogy lehet mondani pár olyan mondatot, amit el tudnak vinni útravalóként. Ugye egy egyszereplős darabról van szó, mégis több karaktert fogsz színpadra vinni, ezt hogy kell elképzelni? Hát nagyon egyszerű ez, ugye azt mondja, van egy fiatalember, aki azt mondja, hogy engem elhagyott a csajom, segítsenek már megérteni, hogy mi volt a baj. Ugye elmondod, hogy mi történt. Ez történt, az történt, amaz történt. De én nem értem a nőket, nem értem, hogy mit akarnak, mert engem férfiak neveltek. Mutatok egy példát, itt van például egy ezredes nevű karakter, akinek nincsenek kétségei, nagyon hangos és nagyon elmagyarázza, hogy kell a nőkkel bánni. Egyébként meg azt szoktam mondani, hogy nekem van 3 gyerekem, meg 2 lányom. Tehát ugye ez a fajta nagyon hímsovinista pali. Na hát ez ott az ezredes. És akkor utána van egy másik karakter, aki mondja, de nem csak ő volt, hanem volt egy beszél valamiről, és egyszer csak megszólal egy karakter, elkezd reagálni. Van egy francia filozófus professzor, aki 6-szor nősült, és elméletileg nagyon ismeri a nőket, de van ez a francia könnyedség benne, hogy egyáltalán nem veszi őket komolyan, tulajdonképpen teljesen hülyének, hogy ilyen játékbabának kezeli őket. És egy teljesen létező férfi típus, aki úgy csinál, mintha figyelne a nőkre, de valójában csak az, hogy szórakoztassatok engem, ti szórakoztatok, hogy én szórakoztatok titeket, ti szórakoztatok engem. Van egy öreg karakter, aki már 120 éves, és tulajdonképpen az élete vége felé elkezd arról beszélni, hogy a nőknek csak a humorérzék, az a fontos. És
Minden, tehát nagyon sokfajta karakter van, akik megjelennek, de ez mindig úgy van, hogyha megy a történet, és először bemutatom az első karaktert, és utána, amikor már megszokták a rendszert, akkor egyszer csak a karakterek elkezdenek maguktól hozzászólni. De ez annyi csak, hogy fölveszek egy sapkát, akkor onnantól ez az ezredes. Hogyha van egy ilyen mellényke, az a bácsi. Tehát ugye nagyon egyszerű jelzések, amiket nagyon könnyű követni, de mégis van egy ilyen határozott jele, hogy innentől kezdve ez egy másik ember. Nagyon izgalmasnak hangzik, kiknek ajánlod a darabot? Hát annak, akik szeretnék tudni, hogy a francba lehet együtt élni egy ellenkező nemű emberrel, akik még nem jöttek rá a tutira. Tehát aki azt érzi, hogy tudja a tutit, az nyugodtan maradjon otthon. Akinek vannak még kérdései, az jöjjön.